Az én személyes tapasztalatom az az, hogy azért nagyon nehéz az itteni élet, lét, állapot, mert megjelent az anyag, vagyis a fizikális sík, ugyanakkor a lelkek testet öltöttek, váltottak, ami által kialakult az úgynevezett karma idő, amit mindenképpen le kell tölteni, ki kell tölteni a földi létezés kapcsán, ami azt jelenti, hogy eme idő intervallum előtt nem tudunk az itteni fizikális létállapotoktól mentessé válni. Azt is mondhatnám, hogy nem tudunk szabadulni, tehát ezt az úgynevezett karmaidőt, vagy kiszabott időt mindenképpen el kell tölteni a Földön fizikális változatban. Ugyanakkor szerintem azért is nagyon nehéz, itt helyet foglalni, és emberi mi voltban működni, mert nagyon sok minden hat ránk. Azt is mondhatnám, hogy rengeteg féle energia és behatás működik, és mivel polaritás van, ezért sajnos megjelent ugye a negatív oldal is. Na most, ahogy mondtam, igen, nagyon-nagyon sok minden Hat ránk, és nekünk mindig el kell dönteni azt, hogy milyen úton indulunk el, hogy milyen hatások, vagy akár hitrendszerek szerint élünk. Szerintem nagyon fontos meghatározni ezeket a különböző hitrendszereket, hogy én melyiket választom, és hogy mi mellett tartok ki életem során. Mivel az anyagnak van egy olyan tulajdonsága, hogy nagyon erősen megtéveszt és manipulál. Ezért én azt gondolom, sőt azt is látom, hogy az emberek jó része ennek a behatásnak hisz és hódol, vagyis minek a külsőségnek, és csak nagyon kevesen vagy kevesebben indulnak el, például az önvaló felé. Vagy azt is mondhatnám, hogy a megigazulás irányába. Pedig szerintem ez lenne a legfontosabb feladat. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a fajta kiképző tábor, ami a Földön jelen van, pontosan azért működik, hogy az ember megváltódjon, vagyis meg vagy magváltsa, ugye, saját magát, önmagát, az önmagot, és hogy rájöjjön, vagy rájöjjünk arra, hogy tulajdonképpen itt a Földön mi a feladat, és hogy mi miért öltöttünk újra testet. És hogy a Teremtő, vagy a vezető, az elgondoló mit akar tőlünk, belőlünk és általunk látni, vagyis hogy mi milyen missziót, vállalást írtunk alá, mi a feladat, és persze az is nagyon jó kérdés, hogy hogyan tudunk az itteni létállapotoktól egy idő után megszabadulni, vagyis kilépni a szamszára fogvatartottságából, ugyanakkor azt is mondhatnám, hogy a rabságból és vagy a szenvedésből. Mert szerintem itt mindig ugyanarról beszélünk, tehát hogy ezek a fogalmak nyilván, hogy nagyon szorosan összefüggnek. Jó, ezekről a tételekről már igen sokat beszéltem az elmúlt 1022 felvétel kapcsán, valamint a cikkek interjúk által. Viszont most uh, kidolgozok egy újabb tételt, ami nagyon szorosan ide kapcsolódik, méghozzá azt, hogy az önvalót, vagy mondjuk inkább azt, hogy az isteni rendszert, minőséget, vagy magát, az Istent, amit mi annak nevezzünk, hogyan lehet elérni, hogy milyen módok, módszerek, fokozatok, léteznek. Hiszen tudjuk nagyon jól, hogy ezt a legmagasabb szintű rendszert az emberiség mindig is próbálta valahogyan elérni. Persze szerintem nagyon jó kérdés az, hogy ezt százszázalékosan ki tudjuk -e alakítani, vagyis, hogy az isteni rendszert és milliót valójában ténylegesen el tudjuk-e érni, mi válhatunk-e ilyenekké, vagy sem. Lehet, hogy most nagyon sokan azt mondják, hogy az Isten elérésének egyik legismertebb módja, ami talán a legelfogadottabb és legelterjedtebb, az nem más, mint az, hogy az itteni lények templomokba járnak. És gondolom, hogy sokan úgy is vélik, hogyha templomokba járnak, vagy egy adott templomba, akkor ők ott találkozhatnak Istennel, el is érhetik, és talán azonosulhatnak, vagy egyesülhetnek vele. Egyelőre hagyjuk nyitva ezt a kérdést, mert most még nem fogok állást foglalni, illetve természetesen, hogy önmagamban ezt már rég megtettem, és régóta bizonyos tételek és gondolatok szerint működöm, de ahogy mondtam, szerintem most ezt egy picit tegyük félre, és akkor menjünk oda-vissza, hogy miért lenne nagyon fontos elérni ami isteni mi voltunkat, az önvalót, vagy nevezzük úgy, hogy abszolútum. Persze mindig nagyon jó kérdés, hogy az abszolútumból, mint olyanból létezik-e egy egyetemes változat is, és hogy vannak-e egyéni abszolútumok, avagy nincsenek. És hogyha igen, akkor ezek miképpen függnek össze? Hát én azt gondolom, igen, hogy nyilván, hogy mindenkinek van, minden embernek vagy léleknek van egy úgynevezett megérkezett énje, önvalója, felettes mi voltja, aki ugye folyamatosan súg, vezet, vagyis ez a fajta magasabb rendű minőség vezeti és segíti a még alvóbb énünket, aki testbe szorult, kényszerült, és aki pontosan, hogy az anyag megléte miatt nagyon sok mindent elfelejtett. Hogyha sok mindent elfelejtünk, és hogyha nem emlékszünk az eredetiségünkre, akkor szintén tapasztalat, hogy csak botorkálni fogunk a Földön, nagyon sok mindent nem fogunk megérteni, ugyanakkor nagyon sok esetben manipulálni tudnak bennünket, megvezetni, félrevezetni, és egy másik sorba terelni. Tehát, amit mondtam, nagyon fontos arról beszélni, hogy itt egyrészt különböző sorok vannak, másrészt pedig ugye dualitás él a Földön, vagy mondjuk inkább azt, hogy polaritás, hiszen ez a kétféle fogalom számomra nem ugyanazt jelenti, de mindkettőt ide lehet venni. Tehát, igen, arról kell beszélni, hogy megjelent egy pozitív és egy negatív oldal, és szerintem az ember valahol középen áll, és pont azért nehéz, a Földön érvényesülni, mert mindkettő oldal él, működik, kecsegtet, és valamilyen szempontból lehet, hogy befolyásol. Persze szerintem arról is beszélni kell, hogy a pozitív oldal nem manipulál, vagyis nem befolyásol. A pozitív oldal szerintem nagyon szeretetteljesen vezet, felhívja a figyelmet, nagyon sok jelet ad, vagy adhat számunkra. Pontosan azért, hogy kivezessen bennünket a negatív létállapotokból, és egy olyan útról, ami a kárhozat felé vezet, vagy ismerre ide, a negatív pólus felé, ami szintén dominál és jelen van sajnos a Földön, és ami miatt rengeteg kibillenés volt és van. Tehát éppen ezért azt is gondolom, hogy az ember egyik legfontosabb feladata az energetikai rendezés, szerintem többek között ezért is jöttünk vissza, hogy ezeket az energiákat valahogyan kiegyenlítsük, és hogy sok mindent a helyére tegyünk. De ugyanakkor az is fontos, hogy megváltodjunk, vagyis nagyon sok mindenre emlékezzünk, hogy a negatív útról áttérjünk a pozitív útra, vagy a mintaképbe, és hogy ezt a magasabb szintű isteni rendszert szolgáljuk. Tehát nagyon fontos felismerni azt a tényt szerintem, hogy az ember egyik legfontosabb feladata a szolgálat, méghozzá a magasabb szintű rendszerek, vagy mondjuk azt, hogy Isten szolgálata. És akkor persze meg kell kérdezni azt, amit mondtam, hogy, hogy vannak-e alacsonyabb szintű rendű önvalók vagy abszolútumok, és beszélhetünk-e arról, hogy van egy egyetemes minta, egy ilyen átfogó, összefogó rendszer, igen, szerintem ez pont így van, tehát van egy egyetemes önvaló, egy egyetemes abszolútum, nyilván, hogy ennek is léteznie kell. És akkor vannak ilyen kisebb, vagy talán alacsonyabb rendű szegmensek, bár nem biztos, hogy alacsonyabb rendűeknek kellene nevezni. Én azt is gondolom, hogy az egyéni önvalók, ezek a rendszerek egybeérnek, összeérnek az egyetemes, abszolútummal, nevezzük így. Igazából szerintem ezek aurák, és mindig azt kell megnézni, hogy az aura milyen összetételű, hogy már egy megérkezett állapotról beszélünk-e, vagy nem. Mert szerintem a különböző utak és vállalások, ami auránkban működnek, és ugyanakkor szerintem a stációk is, Persze ezt átvitt értelemben kell érteni, itt mindenképpen szerintem rezgésszintekről, frekvenciákról, tudatállapotokról, tudatszintekről kell beszélni, értekezni. Tehát nagyon nem mindegy, hogy a mi auránknak az összetétele milyen, hogy hol tartunk, hogy mennyi mindent teljesítettünk már abból, ami ki van szabva számunkra, és amit igazából mi is aláírtunk, és amit mi is akartunk. És ahogyan mondtam, persze nagyon jó kérdés az, hogy kik azok, akik már elérték a totális önvalót, a megigazulást, vagyis kik azok, akik valamilyen szempontból már Istenben foglalnak helyet, vagy elérték ezt a minőséget, hiszen itt minőségről kell beszélni. Na most, mivel hatnak a negatív erők, és nagyon erősen befolyásolnak és kecsegtetnek, ezért nyilván, hogy az ember nagyon sok esetben tévutakon járt, vagy jár. Ez a negatív pólus engem is elkapott annak idején, amikor még fiatalabb voltam, nyilván azért, mert akkor még sokkal befolyásolhatóbb személy voltam, és lehet, hogy ezt a negatív oldal, mint olyan tudta is, tehát én úgy gondolom, hogy lehet, hogy főként a fiatalokra kell odafigyelni, hiszen talán fiatalkorban fordulhat ez még elő jobban, mert akkor még az ember ugye nem, Annyira bölcs és tapasztalt, és nem éltünk át még akkor annyi mindent, és sajnos nem is figyeltünk a különböző jelekre, amelyeket ugye a magasabb szintű rendszer, vagy mondjuk azt, hogy az önvaló küldött és generált. Hát én is így működtem, persze nem mindig, nem állandóan, de voltak ilyen korszakaim. És meg is ittam a levét ennek az egész történetnek, hiszen nagyon-nagyon sok tévútra kerültem, nagyon sokan becsaptak, manipuláltak, bántottak, félrevezettek, és sok esetben nagyon erősen elvették vagy elszívták tőlem azt az energiát, és talán azt a fajta isteni magatartást is, amivel ugye igazából rendelkezni kellene. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy ez az egész út szerintem arra való, hogy az ember mint olyan elérje Istent, vagy az ő Isteni mi voltját, az abszolútumot. Persze, ahogy mondtam, nem csak egyéni szegmensekről kell beszélni, hanem a nagy egyetemességről is, jó kérdés, hogy kinek mi a célja a Földön, és hogy vannak-e olyan emberek, persze, hogy vannak, de szerintem kevesebben, akiknek az az élet céljuk, hogy elérjék a nagy egyetemességet, az egyetemes mintát, abszolútumot, vagy mondjuk azt, hogy Istennek azt a részét, vagy minőségét, ami már az egyetemességről szól, a totális egységről és megigazulásról, mert ahogy én mondtam, Isten nagyon sokan szeretnék elérni, és ezért nagyon sok mindent tesz is az emberiség. De jó kérdés az, hogy mondjuk az egyetemes abszolútumot, ki az, aki el akarja érni, és ki mit tesz meg ezért, vagy éppen nem. És az is jó kérdés, hogy ez a kétféle fogalom összefügg-e, a vagy nem. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy egyetemes abszolútum megérkezettség, az ugyanazt jelenti-e, mint amikor azt mondjuk, hogy Isten. Hát én azt mondom, hogy igen, részben igen, persze. Lehet, hogy vannak vagy lehetnek különbségek, főleg a tekintetben, hogy kinek milyen a hitrendszere. És, igazából szerintem a tekintetben, hogy, hogy, milyen hitrendszerek alakultak ki a Földön. Mert ugye ez sem mindegy, hogy mi alapján működik ugye az itteni emberiség, és akkor remélem, hogy jól írom most a, az előadás számot. Szerintem vannak olyan hitrendszerek, amelyekre szükség lenne, de nem igazán alakultak ki a Földön. És ugyanakkor én azt látom, hogy nagyon sok tévút van. De lehet, hogy ez pontosan azért van, mert mert még alacsonyabb szintek fogalmazottak meg a Földön. Tehát, hogy nagyon sok minden lehet, hogy nem is lett itt kinyilatkoztatva, éppen ezért nincs annyi mankó, úgymond. Vagy ha igen, akkor nyilván, hogy az ember nagyon sok mindent generált és hozott létre. Ezzel kapcsolatban persze mindig nagyon jó kérdés, hogy ezek a tételek, tantételek mennyire igazak, és mennyire állják meg a helyüket. Hogy biztos, hogy minden egyes ilyen kinyilatkoztatás Istenből jön el, hogy belőle származik, hogy az a fajta gondolatiság, elgondolás, amit az emberiség követ, az biztos, hogy eme magasabb szintű rendszerből származik. Nem lehet az, hogy, hogy ezeket a hitrendszereket vagy elgondolásokat az ember mint olyan generálja. Mert ha igen, akkor nagyon sok esetben becsapottan élünk, vagyis saját magunkat csapjuk be. Persze lehet, hogyha az ember valamiben hisz, és hogyha valamit nagyon erősen követünk, akkor nem csapjuk be saját magunkat, hiszen, ahogy mondtam, ezek mankók, és kellenek ahhoz, hogy az anyagban, a fizikális rendszerben ugye működni tudjunk. Nagyon érdekes az, hogy milyen sokféle nézet alakult ki, hogy mennyire szükség van számunkra ezekre a szellemi tanokra, mankókra, hogy elviseljük az itteni létet, és mondok még valamit, hogy miért, hogy, hogy, az időt, mint olyat ki tudjuk tölteni, és hogy egyáltalán tűrni tudjuk az itteni elemeket, hogy kibírjuk azt, amíg itt kell lenni. Most lehet, hogy furcsán fogalmazok, de én azt gondolom, hogy sok esetben nagyon sok más ember gondolatát is közlem. Ugyanis igen, nagyon sokszor érezhetjük azt, hogy, hogy ezt a fajta létezési módot csak kibírni lehet, annyira nagyon harmonikusan működtetni szerintem nem. Lehet, hogy minden egyes napot az ember csak így kipipál, megold, vagy jön a következő, és tudom azt, hogy mennyien vágynak az igazi felszabadulásra, arra, hogy hátrahagyják ezt a nagyon sok negatív ügyet, és energiát, hogy kiegyezés legyen, és hogy megtörténjen a... Hát jó kérdés, hogy mi. A megérkezés, a megigazulás, a felszabadulás, az egységesítés, az egyesülés. Hát tényleg nagyon jó kérdés az, hogy ki mire vágyik igazán, hogy ki mit szeretne kihozni a saját életéből. De ahogyan látjuk, legfőképpen mivel ma anyagelvűség van, ezért nagyon sokan ugye külsőségekben szeretnének gyarapodni, látszani, még több mindent megmutatni saját magukból, még több, több mindent kihozni a testükből, a testi fizikális változatokból, hogy még több minden legyen, hogy még nívósabb legyen ez az állapot. Szerintem ez a legnagyobb tévút a Földön. Persze, ahogy mondtam, senkitől ne vegyük el a hitet a hitét, mert nagyon sokféle tudatszint és rezgésszint valósul itt meg, és mivel a Földön még alacsonyabb frekvenciák működtek, ezért nyilván, hogy nagyon sokan inkább emel sorba álltak be, és az anyagi világot szolgálják ki, vagyis a külsőséget, és a negatív oldalnak hajbókolnak, persze ez nem biztos, hogy mindig összefügg. Jó kérdés, hogy összefügg-e. Hogy ha valaki nagyon erősen az anyagelvűséget szolgálja, vagy mondjuk inkább azt, hogy kiszolgálja, akkor ő a negatív pólust képviseli, a negatív oldalt? Nekem az a tapasztalatom, hogy igen. Igen. Mert a negatív oldal, ahogyan mondtam, alacsony szinteken rezeg mozog, nyilván. Tehát az nem a szeretet egy pólusáról szól, ami meg ugye nagyon magas frekvencián érvényesül. Na most az alacsonyabb szinteken, vagy szintek által, mi az, ami megjelenik az anyag? Mi az, ami megjelenik a külsőség? És ezáltal mi jelenik meg az önmutogatás? Ugyanakkor szerintem, ami ma nagyon erős a Földön, az nem más, mint a fölény. Tehát, igen. Na most, hogyha valaki így él, akkor szerintem előbb-utóbb, de inkább előbb gőgössé válik, vagyis megjelenik a gőg. Ha megjelenik a gőg és a fölény, akkor az alázat, a szerénység, mint olyan, eltűnik, vagy meg sem születik. Tehát ez a negatív minta, ez nem ami megérkezett énünkről, az önvalónkról szól, mert hogyha valaki eléri ezt a mintát egy nagyon hosszan bejárt út után, akkor ő biztos, hogy alázatot fog tanulni, gyakorolni az úton, és sokkal szerényebbé fog válni, nem mellesleg az anyagot, az anyagi behatást hátra fogja hagyni. Tehát, hogyha valaki nagyon erős anyagelvűséggel él, akkor ő még biztos, hogy nem érte el az önvalót, vagy azt is mondhatnám, hogy biztos, hogy nem érte még el Istent. De ehhez nem kell templomokba járni, sőt, tehát ö, rátérhetünk most erre, hogy igazából, hát jó kérdés, hogy a templomoknak mi a jelentősége, ugye? Én nagyon-nagyon szeretem a templomokat, mint épületeket. Nagyon szeretem a templomokat, például fotózni. De én, ahogyan én mondtam, nem hiszek abban, és nem is ezt tapasztaltam, hogy a templomokban találkozhatunk Istennel, és hogy ott meg fog bennünket szólítani, mert ha arról beszélünk, hogy mi vagy ki az Isten, akkor mindenképpen ide kell venni az egyéni és az egyetemes abszolútumot, vagy az önvalót, akit vagy amit nem a templomokba járás kapcsán érhetünk el. Ahogy én mondtam, én azt gondolom, hogy Isten elérésének vannak különböző módjai, módszerei. Hát jó kérdés, hogy mik ezek. Tehát, hogy, hogy ez a rendszer mit nyilatkoztatott ki. Tehát nagyon fontos azt idevenni, vagy arról beszélni, hogy Isten mit határozott meg, hogy hogy őt hogyan lehet elérni. Most mondok egy nagyon egyszerű példát. Nyilván, hogy sokan azt mondják, hogy Isten a fő vezető, tehát itt egyfajta vezetésről kell beszélni. Na most a Földön is, fizikális változatban az emberek között kialakultak a különböző vezetések, és azt is tudjuk, hogy nem mindenki vezető, de vannak vezetők, vannak olyanok, akik elől járnak, akár beszélhetünk itt különböző intézményekről. És akkor ugye ott is megvan a szabva, hogy a különböző vezetőket hogyan lehet elérni, hogyan lehet velük konzultálni, a közelükbe kerülni, megszólítani, stb. 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 Tehát vannak különböző kitételek. Na most szerintem mindig nagyon jó kérdés, hogy ezeket a kitételeket kik határozzák meg. Hát vannak ilyen úgymond globális egyen minták. De én azt gondolom, hogy vannak egyéni minták is, mert vannak olyan vezetők, akik sokkal humánusabbak, és őket könnyebb úgymond megközelíteni, vagy velük kooperálni. És akkor vannak olyanok is, akik szerintem nagyon gőgösek, és úgy gondolják, hogy ők teremtették a világot, és nem lehet őket megszólítani, nem lehet a közelükbe férközni, vagy csak nagyon erős kitétele kapcsán, nagyon-nagyon sok kritérium által, és hogyha valaki ezeket nem teljesíti, akkor nyilván, hogy nem kerülhet oda. Most szerintem egy nagyon fontos dolgot mondtam ki, hogy nem kerülhetünk oda. Vagyis hova? Hát azt is mondhatnám, hogy az isteni mintába, millióbe, rendszerbe, vagyis nem kerülhetünk vissza, haza. Persze, én azt gondolom, hogy az is nagyon jó kérdés, hogy biztos, hogy mindenkinek Isten az otthona hogy minden egyes lélek eredete Istenből, ebből a rendszerből eredeztethető, és hogy mindenki onnan származik, szerintem nem. Azt mondják, hogy ha majd itt megtörténik a totális egységesítés, akkor mindenki ugyanabba az egy pontba fog visszakerülni, mert mindenki az egységből, az egyetemességből, vagy Istenből szállt alá. Szerintem ez nem igaz. Én nem gondolom ezt. Mivel, ahogyan mondtam, ugye ott van a negatív pólus, a másik oldal, és hát az a fajta úgymond forrás is, vagy oldal is, szerintem nagyon sok plusz, úgymond plusz lelket, vagy minőséget, vagy lényt generált. Hát ők azok, akik ugye a bűnt követik a Földön, akik szintén nagyon negatívak akik ellenségesek, és akik igazából mindent, vagy mindenkit el akarnak lehetetleníteni. Tehát két oldal van, jó? És mind a két oldalból származnak különböző lelkek. Vannak olyanok is, akik igen, Istenből származnak, belőle szálltak alá, de ők biztos, hogy egész életükben a szeretetet fogják képviselni, a nagybetűs szeretetet, az összetartozást, az irgalmat, a könyörületességet. És akkor ott a másik oldal, amiről beszéltem, mivel polaritás van, és onnan is úgymond érkeztek ide sajnos nagyon sokan a Földre, akik eltérítették az itteni létet, létállapotot és az embereket, manipulálják őket, és valamilyen szempontból rabszolga, sorsba, sorba kényszerítették őket. Én azt gondolom, hogy ez a nagyon erős anyagelvűség, ugye főként ezért alakult ki, hogyha például nem lenne tömegtermelés, vagy mondjuk inkább azt, hogyha az a fajta lételapot nem alakult volna ki, mármint a rabszolgatartás, a negatív pólus által, akkor anyagelvűség sem lenne, ergo nem lenne tömegtermelés sem, ergo a bolygónak sokkal magasabban lenne a rezgés szintje, ha mindez eltűnne, és akkor sokkal hamarabb elérnénk a totális önvalót, az azonosságot, az isteni lényt, tehát akkor mondhatjuk azt, hogy Isten elérésének egyik módja nem más, mint az, hogy hátra kell hagyni az anyagot. De a mai nagyon erős anyagelvű világban, ahol az ego, mint olyan nagyon erősen tombol, és dívik, és dominál, kevesebben fogják hátrahagyni ezt a változatot, mert ugye ez ma nem sík, nem divat, és egy ilyen úttal, egy ilyen vállalással az ember, vagy az emberek nem tudnak fölényeskedni, nem tudnak úgymond érvényesülni mások előtt, nem tudnak villogni, csillogni, és a, a saját egójukat vagy önérzetüket táplálni. Szerintem most megint nagyon fontos dolgokat mondok ki, mert én úgy látom, hogy a mai korszak, a démoni ördögi kor, a kaliuga erről szól. Szóval ezt ne felejtsük el, hogy még mindig nem Isten korában élünk, hanem démoni irányítás alatt, és én azt gondolom, hogy azok üdvözülhetnek majd egy idő után, akik ebből kilépnek, nagyon álhatatosan küzdenek, és akik mindenféle kecsegtetés, ajánlat ellenére sem ezt az oldalt választják, hanem választják Isten, aki szerintem egy sokkal puritánabb, szerényebb, Alázatosabb rendszer. És hogyha mi el akarjuk érni ezt a fajta minőségünket, akkor nekünk is ilyenekké kell válni. Vagyis alázatosá, szerényé, puritánná, egyszerűbbé, visszahúzódóbbá, de ugyanakkor nagyon éberré kell válni, tudatossá, józanná és tisztelet tudóvá. Most, ahogy mondtam, nyilván, hogy ezek a viszonylatok ma nem számítanak erénynek, hát ezt tudjuk, és nem ez lesz az érték. Ma az az érték, és azokat fogadják el főként, azokat az embereket, akik állandóan előállnak, akik állandóan mutogatják munkat, és anyagiakban bővelkednek, akik csillognak, villognak, akik nagyon-nagyon sok mindent meg, meg tudnak vásárolni, Ugyanakkor nagyon sok embert maguk mögé tudnak utasítani. Hát nézzük meg például a sportolókat, hogy sajnos van egy olyan tévhit a Földön, és nem csak ebben a világban, hogy azok a sportolók, akik nagyon sok embert legyőznek, maguk mögé utasítanak, esetleg megvernek, mert hát ilyen sport is van, ugye? Ők állnak élen, ők a sikeresek, és ezzel még pénzt is lehet keresni. Szóval szerintem ez durva. Én nem szeretem ilyen formán a sportot. Sportolni szeretek, mozogni, meg én nagyon sokáig sportoltam is, de soha senkit nem kellett ezért magam mögé utasítani. Nem kellett versenyeznem, vetélkednem senkivel, maximum saját magammal, hogy meg tudja mugorni a határaimat, és mondjuk már ne csak 10 km tudjak naponta le biciklizni, hanem 15-öt vagy 20-at. Én annak idején rengeteget gyalogoltam, szerintem olyan jó 10 évig, és napi 10-15-20 kilométereket, de az is lett, hogy sokszor még többet. Ugyanakkor 30 évig kerékpároztam, szintén ilyen távokat, és mellette rengeteget edzettem. De nagyon mondtam, soha nem kellett senkit ezért magam mögé utasítani, mert én mindig egyedül önállóan végeztem ezeket a feladatokat, és soha nem mutogattam saját magamat, nem mutattam meg azt, hogy fú, na most lett még egy kocka a hasamon, most ezt csak így viccből mondom, de hát ez így volt. Vagy, hogy most már sokkal izmosabb vagyok, mint fél éve, tehát, hogy, az önmutogatás, mint olyan, ugyanakkor a gőg, és hát a fölény sem jelent meg. Hát, ahogy mondtam, szerintem az a csodálatos, hogyha az ember egy sokkal alázatosabb utat tud kialakítani, és hogyha megválunk az egótól, hogyha egómentes életet tudunk élni. Mert hogyha valaki egómentes, és a fölényt, mint olyat hátrahagyja, és nem a külsőségek szerint működik, akkor ő nagyon erős szolgálattal tud jelen lenni, és biztos, hogy a szeretetet, az összetartozást fogja működtetni, ugyanakkor a nagyon sok pozitív energiát, és szerintem ez is egyfajta módja annak, hogy hogyan érhetjük el Istent, vagy mondjuk inkább azt, hogy a mi Isteni önvalónkat, minőségünket, mert szerintem itt ez a cél. Cél az, hogy elérjem az egyéni abszolútumomat, hogy ezt kialakítsam a hosszú kaminom által, de az is cél, hogy csatlakozzak a nagy egyetemességbe, vagy egyetemességhez. Bár, ahogy én mondtam, szerintem itt minden mindennel összefügg, és hogyha elérem az önvalómat, akkor kerülhetek egyre bejebb, közelebb, vagyis ö, egy idő után elérhettem a vezetőt, ugye, bár, ahogy én mondtam, mindig nagyon jó kérdés, hogy százszerzelékosan elérhetjük-e, és hogyha igen, akkor mit teszünk, mit csinálunk, vagy a vezető mit tesz velünk, esetleg milyen ajándékokkal vagy jutalmakkal jutalmaz meg, most más szó nem jutott eszembe, hogy igazából mi annak a célja, hogy mi el akarjuk érni Istent, az isteni magot, az önmagot, az abszolútumot, miért akarjuk ezt megtenni. Egyáltalán szerintem az is nagyon jó kérdés, hogy tudjuk-e azt, hogy ez mivel jár, és hogyha elérjük ezt a rendszert, hogy akkor mennyiben lesz másabb az életünk. Én erről azért tudok beszámolni, mert nekem van 20-20 éves utam, mindkét fajta változat kapcsán, tehát végig mentem egy olyan 20 éves úton, amikor is nem feltétlenül még ezt a rendszert szolgáltam, Tudom azt, hogy ennek a fajta változatnak milyen buktatói vannak, és hogy mennyivel voltam másabb, mint azután, miután elindultam az úton, és plusz húsz évig meneteltem ezen a másik, hát mondjuk az, hogy ösvényen, bár szerintem most ez így lehet, hogy furcsán hangzik, mert szerintem az ösvényen nem menetelni kell. Ha hát az elmúlt. 20 éves másik kamínom szólt a menetelésről, amikor már páfordulást teszünk, és ezen a bizonyos ösvényen, energetikai ösvényen indulunk el, ez szerintem ez inkább szól már a szentségről. Igen, tehát azt is mondhatnám, hogy valamilyen szempontból lehet, hogy egy ilyen szentebb változatot kell kialakítani. Egy szentebb úton kell elindulni, és ami szentebb énünket, vagy önvalónkat kell elérni. Mert hogyha én ezt elérem, és már így működöm, akkor, akkor sokkal másképpen fogok működni a Földön. És mást adok át önmagamból, a lényemet másra fogom használni. Ami nagyon nem mindegy, mert ahogy mondtam, nagyon nem mindegy, hogy az ember mire használja a lényét, vagy az énjét, vagy a testét, a fizikumát. Az itteni földi változatát. Sokan arra használják, hogy saját maguknak törnek utat előre, ugye, hát ezt tudjuk, igen, előre, előre, és a többieket meg elhagyják, ott nem foglalkoznak előre. Tehát igen, sajnos a Földön van egy ilyen hitrendszer, hogy az a jó, hogyha te mindenkit magad mögött hagysz, és az első helyre érkezel. Egyébként én azt sem értem, hogy miért kell különböző versenyeket rendezni. Ugye ezeknek mi az értelme? Szerintem semmi. Mert mert itt már megint csak az egót fogjuk, ugye, szolgálni, vagy kiszolgálni, képviselni, és minél több ilyen verseny van, minél több ilyen szemlélet, annál erősebben működik az egó, hát nem csak egyénileg, hanem globálisan is. Hát én azt gondolom, hogy ezért vannak háborúk, ezért vannak ellenségeskedések a Földön, mert az egó mint olyan, nagyon erősen dominál, és az alázatot, a szerénységet, a visszahúzódást, a puritánabb, egyszerűbb életet sokkal kevesebben követik, mert, ahogyan mondtam, ez ma nyilván, hogy nem lesz sikkes, és, és ezeket az embereket nem is ismerik el hát azt is mondhatnám, hogy hála a jó égnek, legalábbis az én esetemben, mert én nagyon örülök annak, hogy én ma nem vagyok egy elismert és ismert lény. Ugye milyen furcsán hangzik? Ki az, aki ma ezt kimondja? Hogy ő örül annak konkrétan, tudatosan, hogy ő nem elismert és nem ismert. Én nagyon örülök neki, mert számomra ez egyfajta visszaigazolás. Visszaigazolás az, hogy én nem lettem ismert, sem elismert, Annyira, nem mondom azt, hogy soha nem voltak elismeréseim, és nem kaptam különböző diakat, de régen, de amióta ezt a vállalást viszem, nem. Miért nem? Azért nem, mert én nem álltam be abba a bizonyos sorba. Azért, mert én nem a negatív a másik pólus képviselem, ugyanis nekem az a tapasztalatom, én azt vettem észre, hogy általában ma azok a sikeresek, és tisztelet a kivételnek, akik ezt a másik oldalt képviselik. És ők válnak ismerté. Tehát az, hogy én nem lettem ismert és sikeres, az azt jelenti, hogy én megtartottam saját magamat, és én az isteni rendszert, az egypólust képviselem, mert aki ezt képviseli, ő sokkal alázatosabb lesz, szerényebb, nem lesz magamutogató, és ő nem is fog látszani. Szerintem az a siker, hogyha az ember eljut egy ilyen állapotba, hogy örülni, örülni tud annak, hogy ő nem látványos, nem látszik, hogy ő szerényebb, alázatosabb és hogy ö, egyszerűbb. Magyarán szerintem az a siker, hogyha az ember évről évre egyre inkább ilyen lényé válik, és nem fordítva. De hát ki az, aki ma ezt kimondja, rajtam kívül? Persze biztos, hogy vannak ilyenek, és gondolom, hogy sokan ezt így is gondolják, csak mivel a, a, a hullám, a dömping nem ezt mutatja. Mert ugye abban a bizonyos sorban sokkal többen állnak, és sokkal többen vannak, ezért nyilván, hogy mások is oda fognak húzni. Hát mondjuk én nem, én éppen ellenkezőleg működöm. Persze tudom, hogy vannak olyanok, akik szintén egy ilyenfajta hitrendszerrel élnek, és inkább visszahúzódóban működnek, még akkor is, hogyha mondjuk nagyon tehetségesek, és ha lenne mondani valójuk. De nem állnak át ebbe a sorba, mert ez a sor, ez a mai sor, hát igazából a Kali júgáról szól, és oda is vezet. Ez a sor a negatív minta felé vezet a kárhozat felé. Az a sor, amiben én állok, vagy az az út, ami én járok, az egypólus felé visz, vagyis mi felé, az Isteni mi voltig, az önvalóig, a megigazulásig, ami soha nem lesz látványos, nem is ez a dolga, nagyon egyszerű lesz, nagyon puritán, mert ez a dolga. Azért, hogy az ember kiüresedjen, felvegye ezeket a plusz pozitív energiákat, és hogy a végén irgalmas, könyörületes lényekké váljunk Istenben, a nagy egyetemességben, mert hogy Isten erről szól. Na most, ahogy mondtam, nyilván, hogy vannak olyanok, akik szeretnék elérni ezt a mintát, de talán még mindig kevesebben. Ahogy mondtam, én a különböző templomokba járás során nem találkoztam soha Istennel, nem így találkoztam vele. Ezt most azért mondom így, mert én rengeteget-rengeteget forgattam például olyan eseményeken, rendezvényeken, amelyeket templomokban tartottak, hát szerintem 10-20 évig, hát én így működtem, tehát rengeteg tapasztalatom van. Ugyanakkor utána bejártam egy olyan utat, ami által szintén tanulmányoztam, ezeket az állapotokat, és persze beszéltünk arról is, hogy nem csak a templomba járás kapcsán szeretnék az emberek ugye elérni Istent, hanem nagyon sok másfajta változatot is kitaláltak. Hát ott vannak a különböző vallások, vallási nézetek, a különböző, hát azt is mondhatnám, hogy szokások, de szerintem a különböző hiedelmeket is ide lehet venni, én azt gondolom. Igen, és a különböző meggyőződéseket. És hát azt is látjuk, hogy nagyon sokféle különbség van, vagy nagyon sokféle változat. Hát én azt gondolom, hogy mindenki a saját Istene felé igyekszik, de lehet, hogy e tekintetben nincs egység, vagy nincs totális azonosság, és lehet, hogy mindenki Istene teljesen mást mond, mást mutat, vagyis lehet, hogy mindenkinek máshogyan van berendezve az önvalója. Persze szerintem kell, hogy működjön egy ilyen egyetemes, egységes rendszer. Miképpen, ahogyan ez a világ is fönt áll, de én azt gondolom, hogy az útban lehetnek különböző változatok, vagy különbségek. Hát az a kapcsolatban, hogy ki hogyan érje el ezt a mesteri szintet. Na most, ahogyan mondtam, nyilván, hogy azért ezeket a változatokat, vagy szinteket, utakat érdemes tiszteletben tartani, mert nem biztos, hogy ami nekem jó, az a másiknak is jó lesz. Sőt, szerintem általában ez úgy van, hogy nem. <laughs> hogy biztos, hogy nem. Lehet, hogy az attól is függ, hogy az ember mint olyan, milyen szerződést írt alá, hogy mondjuk az én szerződésem, az itteni vállalásom ugye miről szól. Vagy hogy én milyen szerződést kötöttem Istennel, az önvalóval, az egyetemességgel, hát ez sem mindegy, hogy ő milyen kitételeket szabott számomra, és az is lehet, hogy nekem teljesen másfajta úton kellett elérnem, másfajta kritériumok szerint, mint mondjuk a szomszédnak. Most csak mondtam valamit. Igen, de hát ugye az is nagyon jó kérdés, hogy ki az, aki ezt el akar érni, és mondjuk, hogyha a szomszédomat megkérdezném arról, hogy ő szeretné-e elérni Istent, az egyetemességet, az abszolútumot, hogy akkor mit mondana rá? Hát van sejtésem, hogy mit. De lehet, hogy tévedek. Persze, ahogy mondtam, nagyon jó kérdés, hogy a mai emberek kapcsán hányan mondanák azt, hogy igen, ők egy ilyen úton szeretnének elindulni, nekik ez a céljuk. Ők azt érzik, hogy ők ezért születtek vissza, ezért töltöttek testet, hogy elérjék az alázatos énjüket, hogy hátrahagyják az egót, az anyagi behatást. Nagyon kevesen fogják ezt mondani a mai világban. Viszont, hogyha az aranykorban élnénk, akkor én úgy, úgy gondolom, hogy az ottani lények 80%-a így nyilatkozna, de az is lehet, hogy mindenki. Mert gondolom, hogy az aranykori mintában, ami ugye Isten kora, Isten aurája, már majdnem mindegyik lény erről számolna be, mert az aranykori mintában szerintem csak ilyen lények lesznek, úgymond be vagy átengedve, ők, azok, akik felépíthetik ezt a rendszert, vagyis ők képviselhetik az isteni mintát és milliót. Bár nekem az a tapasztalatom, hogy ezt a mai korszakban is el lehet érni egyénileg, de nagyon kifogunk lógni a sorból, hát ahogyan én is. De ahogyan mondtam, ez nem baj. Ez fantasztikus, mert ahogyan mondtam, ez egyfajta visszaigazolás számomra. És Arról szól, hogy jó úton járok. Tehát, hogyha valaki nem válik ma sikeresé, ismerté, híressé, hanem ha szerényebb, akkor szerintem ő nagyon jó úton jár, és akkor azzal az emberrel szívesen kezet fognék, mert tudom, hogy ez mennyire nehéz út, hogy mennyire nagyon sok dologról kell lemondani, és hogy milyen álhatatosnak kell lenni, hogy egy ilyen világban, ahol ekkora a dömping és ilyen nagy a látványosság, mennyire nehéz kitartani. Rettenetesen nehéz. Nagyon nehéz, főleg azért, mert ezeket az embereket általában el fogják utasítani, és talán még támadják is őket, sajnos. Miért? Azért, amit mondtam, mert ma a démoni ördögi Kelly Júgában élünk, amiben ugye a megvezetettség dominál, a manipuláció, hiszen, amit mondtam, minden emberből egy nagyon lojális, mondjuk így, rabszolgát akarnak csinálni, és hát csináltak is. Hát főleg, vagyis hát azokból nem tudtak, akik ugye kiálltak ezekből a sorokból, de hát nekik nagyon-nagyon sok mindent kellett föladni. És minimum 20 éve így kellett és kell élni, hiszen 20 évvel ezelőtt már ki kellett állni abból a bizonyos sorból. Mivel ezek az energiák akkor gyűrűztek be, illetve mehetünk még előrébb, mert hát jó kérdés, hogy pontosan mikor, vagy mikortól lehetett ezt érzékelni, szerintem a 90-es évek végétől már igen, tehát és az már nem 20 éve volt. Hát az is lehet, hogy már 30 éve ki kellett állni ebből a sorból. Én egy olyan jó 20 éve álltam ki, ami nem kevés, 20 évig így tartani saját magunkat, vagy magamat, a magomat, főleg akkor, amit mondtam, hogyha szinte mindenki a másik oldalon áll, és persze bocsánat, hogy így fogalmazok, de hülyének is fognak nézni ezért, hogy te miért azt a bizonyos szent utat képviseled, amikor az sok embernek nem szól semmiről. Meg hát, hogy ott nagyon szerényen kell élni, ami ma ugye szintén nem sígdivat, és biztos, hogy ki fognak nézni, biztos, hogy ki fognak nevetni. Viszont én azt mondom, és az a gondolatom, hogy Isten elérésének módja, ez. Számomra ez a rendszer ezt nyilatkoztatja ki, hogy ez a mód, hogy így érhetek el ide, hogy így alakíthatom ki ezt a rendszert önmagamon belül is, és így segíthetek másoknak is. Ha a másik sorban állnék, abban a bizonyos negatív pólusban, mondjuk így, akkor. Nem tudnék másoknak segíteni, akkor megvezetném őket. Úgy megvezetném őket, így pedig kivezetem őket. Nem mindegy, hogy az ember megvezet, vagy kivezet. Hogy ki segít. Hogy valahová visz. Valahová, ami, ami csodálatos, fantasztikus, és ahol az a bizonyos pozitív forrás van ami szerintem nem más, mint Isten, vagy amire az emberek azt mondják, hogy ez ő. Na most, amit már többször felvázoltam, ide vezet egy energetikai ösvény, amit lehet érezni, és ami szerintem valamilyen szempontból ki van taposva, ezt átvitt értelemben kell érteni. Én ezt az ösvényt Konkrétan érzem. Ez egy ilyen energetikai út. De most öm, eme út során és által rengeteg tétel fogalmazódik meg, amelyeket szintén érzek, és amelyek szerintem Istenből, az egyetemességből származnak. Én ezt az útat képviselem. Én ezeket a tételeket vázolom föl, most már 1023. alkalommal, de hogyha az írásaimat is ideveszük, akkor még Plusz ennyit kéne ideírni, de szerintem még írjunk ide plusz ezer tételt, jó? Nagyon sok mindent. Tehát ennyi minden van ebben a rendszerben, és nyilván, hogy éppen ezért ezt a rendszert kell képviselni, vagyis hát én ezt választottam, mert én egy ilyen misszióval érkeztem. Nem csak én, mások is, akik rokon ugye ebben a vállalásban, és hát én őket általában fel is ismerem sőt, hát én már gyerekkoromban is emlékeztem rájuk, és tudtam azt, hogy később, mondjuk 30 évvel később lesz velük dolgom feladatom, vagy akár majd 40 évvel később, hogyha eljutunk oda. De már majdnem eljutottunk oda, igen. Szóval ez az út fel van építve. Ennek minden egyes stációját, állomását aláírtuk, és nagyon-nagyon szépen tudatosan megalkottuk. Hogy hogyan lehet ideig elérni? Hogyan lehet elérni az önvalót, az egyetemességet, Istent, az abszolútumot? Mert bizony ennek a fajta vállásnak, vagy elérésnek vannak különböző módjai, módszerei, amelyek ki vannak nyilatkoztatva, persze nem mindenki által. Hát azokra kell figyelni, akik például nem anyagelvűek, és akik nem Profitot akarnak ebből az egészből csinálni. Ugyanis ma nagyon sok olyan úgymond lélek van itt jelen, sajnos, akik noha azt mondják magukról, hogy szellemi vezetők, meg spiritiszták, meg nem is tudom, hogy mi guruk, meg bölcselkedők, de azt látom, hogy a vállalások kapcsán igazából ők profitra akarnak szertelni, milyen profitra? Hát anyagira, magyarán pénzre. Ugyanis, a negatív energiákat sajnos átváltották pénzre, vagyis a negatív pólusból származó energiák megnyilvánultak, besűrűsödtek pénzformájában, amit nem rosszul mondom, papír darabok formájában, amit pénznek neveznek. Hibásan szerintem. Vagyis, hogy szerintem ez a, ez a rendszer, mint olyan hibásan működik, mert nem kellene ezeket az energiákat például papír darabokba besűríteni, nem kellene, hogy pénzrendszer működjön a Földön, mert nélküle is nagyon csodálatosan meg lehetne élni és lehetne működni, sőt, szerintem sokkal jobban. Mikor és hogyan? Akkor, hogyha egység lenne, és hogy az emberek szeretnék egymást, hogyha, hogyha összefognánk. Magyarán, hogyha az Istent, az Isteni mi voltot képviselnénk a pozitív egypólust, a szeretet rezgését, rezonanciáját. De mivel ma a kali élünk, a démoni, ördögi korszakban, ezért nyilván, hogy ezek az energiák fognak hatni. Tehát pénzrendszer sem volt mindig. Szerintem pont azóta van, amióta kali él a Földön. Tehát ez a kétféle dolog összefügg. Na most, hogyha bedől a kali akkor bedől a pénzrendszer. Hát be fog dőlni. Az a kérdés, hogy mikor. Hát remélem, most már nem fog olyan zsongáig föntálni. Ez a fajta mintázat, vagy mátrix, amiben nagyon sok negatív energia érvényesül, és ami által az ember nem tud kitéjesedni, és nem igazán tudja elérni az Isteni mi voltját. Mert, ahogyan mondtam, a templomba járás nagyon kevés lesz hozzá. És szerintem az is, hogyha az ember különböző felekezetekhez kapcsolódik, vagy csatlakozik, mert nekem az a tapasztalatom, hogy a bejárt utunk által érhetjük el ezt a fajta minőséget akkor, hogyha ebből a rendszerből merítünk folyamatosan. Ugyanis nem mindenki tud összecsatlakozni ezzel a fajta rendszerrel, nem mindenkinek rezeg olyan magasan a rezgész szintje, a frekvenciája, hogy valóban az isteni mintából tudjon meríteni, ergo, hát arról kell beszélni, hogy a különböző vallási tételek sem mindegyike Istenből származik, és nem, nem is Istent képviselik, csak ráfogják hogyha valaki meghallgatja azt az előadásomat, ami egyébként hét és fél órás, és a tíz parancsolat kielemzéséről szól, akkor szerintem nagyon sok kérdést vagy választ fog kapni a kérdéseire, és meglátja, megérzi azt, hogy mondjuk én erről hogyan gondolkodom. De, ahogy mondtam, ezek a gondolatok lehetnek akár közösek is. Hát igen, az igazság feltárása lenne nagyon fontos, persze a nagyon jó kérdés mindig az, hogy hogy az igazság pontosan mit jelent? Hát mindenkinek mást. Mert az én igazságom nem biztos, hogy a te igazságod is, és vagy fordítva. Hát ezért van ennyiféle ellenségeskedés, ugye, a világban, és ezért van ennyi vallás, mert hogyha mindenki ugyanazt tekinteni igazságának, akkor csak egyféle vallás lenne, egyféle nézet, és mindenki azt követné. De lehet, hogy akkor sokkal hamarabb elérnénk az aranykori mintát, sőt, szerintem biztos. Ugyanakkor, ha én egységesítek saját magamban, akkor sokkal hamarabb belérem az önvalómat, vagyis Istent. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik mód vagy módszer az az egységesítés lenne, ugyanakkor az energetikai rendezés, és az, hogy én hátrahagyjam a negatív pólust. Mert ha hátrahagyom, tehát hogyha én negatív pólust ugye hátrahagyom, és likvidálom, és megsemmisítem, akkor mi marad a polaritásból a pozitív mintakép? De ahhoz ezt hátra kell hagynom. Ha én ö, teljesen és totálisan maga akarok üdvözülni, akkor hátra kell hagyni az anyagelvűséget, mert, ahogyan mondtam, hát igazából mondhatjuk azt, hogy kétféle változat van, vagy pólus, ilyen szempontból is. Van az anyagi, a fizikális mi volt, és van a szellemi, amiben nincs anyag. Itt van anyag, nagyon erősen, itt nincs anyag, ez egy blokkmentes közeg, ez egy megérkezett rendszer ez nagyon-nagyon távol van az isteni mintától az anyagi változat. Persze vannak átmenetek, és ahogy így haladunk följebb, rezgés szintben, frekvenciában, az anyag az úgy vonul ki, és nem csak a globális életünk kapcsán és a különböző korszakok által, hanem az egyéni életünk kapcsán is. Mert én minél tovább gyalogoltam, minél többet tanultam, fejlődtem, minél többet éltem csendben, egyedül, alázatosan, minél irgalmasabb lényé váltam, minél szerényebb lényé, annál inkább hagytam hátra ugye az anyagot, vagy illetve mondhatjuk azt, hogy ez fordítva is igaz. Minél inkább kiüresedtem, és minél jobban hátra az anyagot, annál szerényebbé, annál alázatosabb lényé váltam, és annál közelebb kerültem Istenhez, magyarán annál közelebb engedett ez a rendszer, mert, ahogy mondtam, ez egyfajta mód, amit az Isten nyilatkoztat ki, tehát nekünk azt kell megtudni, hogy ő mit rendelt el, hogy ő mit mond arról, hogy őt hogyan lehet elérni, milyen módszerek által. És akkor milyen érdekes az, hogy a mód szer szóban ott van az, hogy szer, ami őt jelöli. A szer azt jelenti, hogy Isten mindenben a törvény, vagyis ő maga, aki vagy ami mindent irányít, és ami, vagy aki különböző törvényeszerűségeket határozott meg, aképpen, hogy nekünk, embereknek hogyan kell működnünk a Földön. Na most nekünk pont, pontosan, hogy ezeket a tételeket kell megismerni, ezeket a módszereket, hogy ezek milyenek. Mert én csak akkor tudok jól működni a Földön, és jól végezni az itteni feladataimat, és a testemet így működtetni, hogyha én ezen változatok szerint élek, ha az Isten módjait és módszereit követem, és nem úgy, amit a negatív pólus diktál, mert az is diktál. Mit diktál a negatív oldal? Hogy te legyél mindig látványos, hogy told előtérbe magadat, hogy igazd a többieket, hogy rengeteg mindent vegyél el a közösből, hogy anyagilag gyarapodj, hogy külsőségekben gazdagodj, hogy legyél fejjebb való, úgymond, hogy kialakuljon a hierarchia, hogy az első között állj, és hogy törődj magaddal, ugye? Hát azt is mondhatnám, hogy szerintem ez az egyik legrosszabb szlogen. Mert egyrészt a maggal, az, hogy mi a mag, hogy törődj magaddal, az a mag, az teljesen másról szól, mint a külsőség. Ha én az önmagommal akarok törődni, akkor nem különböző krémeket, meg pacsulikat kell magamra kenni, ellenkezőleg azokat el kell hagyni, úgy nagyjából. A külsőséget kell elhagyni, az egót kell elhagyni, és én azt gondolom, hogy inkább ápolni kellene, viszont nem csak magunkkal kellene törődni, nem csak az a lényeg, hogy én saját magamat toljam mindig előtérbe, és hogy öncélúan legyek jelen. Én azt mondom, hogy egy olyan szlogánt kellene kitalálni, hogy, hogy törődj másokkal. Igen. Mondjuk az, hogy az én magazinom, vagy vállalásom mm, szlogene, az inkább az, hogy törődj másokkal. Na, de hát ilyen, ilyen szöveget, vagy ilyen szlogent a mai reklámok kapcsán mikor fogunk látni, hallani? Soha. Mert a mai reklámok, a mai éra az diktálja, hogy te egy fogyasztó lény legyél. Vagyis ki mi? Hát egy lebutított valaki, akit manipulálnak, aki igazából csak aki csak, ahogyan mondtam, fogyaszt, és, és aki csak kiszolgálja az anyagi rendszert, vagyis, vagyis hogy te egy rabszolga legyél, mert aki kiszolgálja ezt a rendszert, és például aki állandóan vásárolgat, az egy rabszolga. Csak ezt ugye sokan nem tudják saját magukról. Én is rabszolga voltam akkor, amikor mondjuk még húsz évvel ezelőtt, például, azért dolgoztam olyan sokat, hogy megvegyem mondjuk az ötödik parfümömet vagy elmenjek a nem tudom hányadik butikba, plázaba, és akkor ott megvegyem a századik márkás ruhámat. Vagy minden hónapban elmenjek kozmetikushoz, fodrászhoz, mert az olyan menő egyébként is. Sokkal menőbb, hogyha egy mesterfodrász vágja le a hajamat, mint hogyha valamelyik hozzátartozom, nem? Tehát és akkor ezt el lehet mondani, azzal lehet villogni, meg a márkás ruháimmal, mert akkor ott lesz rajtam a pecsét, meg az a bizonyos mintázat, meg hát egyébként is, tehát olyan jó látszani, főleg akkor, hogyha az embernek hatalmas az egója, meg meg szerepelni, és, és nagyon jó, hogyha, hogyha nagyon sokan körülvesznek, és imádnak, és naponta 500 levelet kapok, és mindenki meg akar kapni saját magának, és hogyha szorhatom magam körül a hódolókat. Hát van egy ilyen változata is az embernek, valljuk be őszintén, nekem is volt húsz évvel ezelőtt. Azelőtt, mielőtt nem ismertem meg a módszereket, a különböző módokat, és azt, hogy Isten, vagy ez a rendszer hogyan gondolkodik a világról, és rólam. Amikor én így működtem, és meg a másik oldalon álltam, akkor rengeteg úgymond szellemi pofont kaptam. Az önvalomtól, az egyetemes mintámtól, vagy mondjuk azt, hogy Istentől. És rengeteg-rengeteg szenvedés jött egy idő után, illetve azt mondom, hogy a szenvedés akkor indult be, akkor következett be, amikor hátra kellett hagyni az egómat, és mindezektől meg kellett válni. Mi az, hogy én nem vehetek magamnak öt parfümöt, csak egyet? Hát nekem jár az az öt parfüm. Mi az, hogy én nem mehetek el minden évben nyaralni, amikor én egy tévés riporter vagyok, műsorvezető, meg hát egyébként is, hát az, az, az is jár, nem? Mi az, hogy én, mondjuk nem vehetek magamnak márkás ruhákat, vagy erről le kell mondanom, és mondjuk nem a fővárosban kell működnöm, hanem vidéken, hát vidéken, tanyákon, falvakban, á, nem, hát. Na ez az ego. Ez az ego, amikor így gondolkodunk, ez az ego. Ez, ezt a másik oldal a negatív pólus generálja, vagyis ami még meg nem érkezett énünk a dualitásban, az az énem, vagy az az oldal, aki vagy ami még alacsonyabb szintű rendű, és aki még nem nőtt föl a felnőtt életet, ént úgy lehet kialakítani, hogyha az ember ezektől a dolgoktól megválik, fokozatosan hagyja hátra az önérzetet, az egót, és elindul egy olyan úton, ami által sokkal alázatosabb lények válhatunk. Mert, ahogy mondtam, az alázat kialakítása és gyakorlása egyfajta mód vagy módszer ahhoz, hogy elérjük az Istent, és ehhez nem kell templomokba menni, de ha akarsz, akkor menjél oda, viszont, hogyha oda mész, akkor gyakorold azt, vagy azokat a dolgokat, amiket mondtam. Mert az, mondjuk azt, hogy Isten elérése nem különböző helyektől, helyszínektől, épületektől fog függni. Sőt, a bejárt utadtól függ, és azáltal, hogy te ez az úton mennyit tanulsz, mennyit fejlődsz. Egyébként imádom a falvakat, imádom a tanyákat, legszívesebben kiköltöznék egy tanyára, és imádom az egyszerűbb életet, a puritánságot, és az egyszerűbb, de nagyszerű embereket. Most már így gondolkodom, mert van egy plusz húsz éves bejárt utam, és hát alázatban elég sokat fejlődtem, főleg azért, mert nagyon-nagyon sok mindent letetetett velem ez a rendszer. Vagyis az én önvalom, a magasabb szintű énem, lényem, vagy mondjuk azt, hogy az Isten, az Isteni mi volt, ami neki nagyon örülök, azért örülök ennek, mert, mert kicserélődtem, és szerintem kicserélődni mindig nagyon jó és hasznos, főleg akkor, hogyha az ember azokat a módokat, módszereket követi, amit ez a rendszer folyamatosan kinyilatkoztat, és amit tulajdonképpen nekünk folyamatosan figyelni kell, venni a jeleket, és így cselekedni, mert csak így érhetünk haza. Az otthon számomra a megigazult énemet jelenti. Azt az énemet, azt a lényemet, aki megüdvözült, aki nagyon alázatos, aki hazaért ezekben az érzésekben, vagyis aki, hát szerintem valamilyen szempontból találkozott Istennel. Én szoktam vele találkozni, találkozgatni, mondjuk ezt. Nem mondom azt, hogy már osan elértem és hogy most már én abszolút benne foglalok helyet, nem, de már voltak, vannak olyan pontok, olyan érzések, amelyek által igenis megismertem, megtudtam, megéreztem ezt a rendszert, hogy ez milyen, és én ezeket a tételeket nyilatkoztatom ki, ezeket az élményeket fedem föl a szabad vallásom által, a szabad utam által, amit Kialakítottam, és ami által azt mutattam be, vagy meg, hogy így is el lehet jutni, de az is lehet, hogy csak így lehet, és ez nem azért van, mert én mondom, hanem azért, mert ez a rendszer ilyen tételeket, módszereket vázolt föl az emberiség számára, mindenki számára. Én csak közvetíttek és felfedem, hát mondjuk azt, hogy a titkot, ugyanis ebben a rendszerben nagyon sok titok volt és van amelyek le voltak és vannak kódolva, és hogyha valaki magasabb rezgésszinten rezeg mozog, akkor ezeket a kódokat meg tudja fejteni, át, át tudja adni, és a világ számára tudja kinyilatkoztatni, hogy mindenki javára váljon ez a feladat, misszió, út és szerződés. Van egy olyan tapasztalatom is, hogy aki nem emelkedik ki ebből a rabságból és a negatív pólusból, és nem hagyja hátra az egót, és nem indul el az úton, ő bizony karmát fog generálni. Ami azt jelenti, hogy meg fognak jelenni az újbóli testetöltések. Nyilván, hogy a szamszára mint olyan pont azért működik, hogy legyen idő és esély arra, hogy mindenki egy idő után, Megüdvözlőjön és elérje az isteni minőséget. De, ahogy én mondtam, rá kell jönni arra, hogy milyen út vagy utak vezetnek felé, hogy én miáltal által érhetem előtt pontosan és száz százalékosan, és melyek azok, amelyek tévútakat generálnak. Én azt látom, hogy sokkal több tévút van a Földön, vagy sokkal több tévutat, tévutakat fogalmaztak meg az emberek, mint, mint helyes utat. Ez szerintem főleg azért van, amit mondtam, mert az, isteni, az igazi isteni kinyilatkoztatást még mindig sokkal kevesebben veszik. És sokkal kevesebben tudják lefordítani, hiszen itt profi fordítókra van szükség, és itt most nem a, a nyelvtolmácsokról beszélek. Ugyanis az a fajta rendszer, amit én képviselek, vagy beszéljünk a szellemi mintákról, is ö, tartalmaz különböző kódokat, és ö, ezt a rendszert is csak úgy lehet elérni, hogyha én egyfajta tolmács vagyok. Hát egyfajta szellemi tolmács. De ahhoz, hogy én azzá váljak, irányt kell váltani. És mivel polaritás van, ezért ebből a másik oldalból. Ki kell lépni, és hátra kell hagyni, ami manipulál, mert megfogalmazódik még, és át kell térni ide. De ez egy ilyen húsz éves ügy, amíg te innen átjutsz ide, és ez csak az alapszint. Nekem az a tapasztalatom, hogy ennél rövidebb idő alatt nem lehet bejárni ezt az, az utat, vagy akkor az csak egy ilyen önbecsapás lesz. Én azt vettem észre, hogy nagyon sokan élnek egyébként különböző önbecsapásokkal, az a kapcsolatban egyrészt, hogy, hogy ők hogyan érhetik el ezt a rendszert, vagy hogy elértéke már, vagy sem, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy igen, de nem. Hogy ezt megtudjuk, ahhoz meg kell ismerni a módokat, a fokozatokat hogy az Isten milyen módszereket vázolt föl erre nézve. Nem az, hogy az ember mint olyan mit talált ki. Mert az, az nem fog oda vezetni. Tehát, hogyan mondtam, például van egy olyan változat, hogy te úgy érheted el az Istent, ha mondjuk minden vasárnap templomba mész. Ezt az ember találta ki. Ez, ez nem Istenből jövő gondolatiság. Mert Istenben nincs anyag. Istenben nincsenek úgymond fizikális épületek. És én nem gondolom azt, hogy ő sugalná azt, hogy te, te, ezt így érheted el, ez nem belőle származik, ez a kinyilatkoztatás. Persze nem fogsz azzal ártani, hogyha te minden nap elmész a templomban, vagy minden vasárnap templomba, és akkor nem tudom ott mit csinálsz, de szerintem ez nem fog a tényleges megoldásig elvezetni. Hát maximum ez csak egy ilyen 1 százaléka lesz ennek az egész történetnek. Ezen kívül még nagyon-nagyon sok minden más van. Amiket igazából szerintem követni kell. Hát akkor, hogyha ez a cél. Persze, ahogy mondta, mindenki kérdeze meg azt, hogy kinek mi a célja. Hogy ki mit akar elérni, vagy létrehozni a mostani élete kapcsán. Meg persze a korábbiakat is ide kell venni, de hát azokra nagyon kevesen emlékeznek. Kár. Kár. Azért kár, mert te... A korábbi életeidet folytatod most. Olyan dolgokat, amelyeket régen abba hagytál, vagy abba kellett hagynod, mert meghaltál. És akkor beszélnék a különböző kapcsolatokról, hogy nagyon-nagyon sok olyan kapcsolatod vissza fog térni, és meg fog jelenni, akikkel a korábbi életeidben éltél és akkor ott bizony lesz feladat. És ezer millió dolgot fel tudnék sorolni, hogy mi az, amit az ember folytat, hiszen a mostani életem a korábbiak következménye. Ha mindent megoldottam volna, nem születek vissza, és akkor most nem vagyok méda, nem beszélek ennyit. Valószínű, hogy ezeket a dolgokat, helyzeteket nem oldottam meg, ezért vissza kellett jönni, sőt, Plusz, ugye hát arról is beszélni kell, hogy az ember aláír valami. Te emlékszel arra, hogy a szellemi szerződésedben mit írtál alá? Még mielőtt este töltöttél, hogy tételesen ez a szerződés miről szól? Ha emlékszel rá, akkor fantasztikus, mert akkor nagyon tudatosan tudod végigvinni a mostani vállalásodat, feladatodat, utadat, missziódat, de ha nem emlékszel rá, akkor csak botorkálni fogsz. Hát erre való az a fajta elemzés, amit én végzek, mert én ezt le tudom neked vezetni. Hát kb. olyan húsz oldal által, hogy te miért születtél vissza, mi a missziód, mi a feladatod, hogy az Isten mit akar tőled látni, vagy nevezzük úgy, hogy önvaló, hogy a magasabb szintű éned, lényed, hogyan vezeti a még alvóbb lényedet, hogy milyen stációk, utak fogalmazódnak meg. Hogy mit kell itt elérni, hogy mi a legfőbb cél, a legnemesebb cél, a legigazibb cél. És feladat, mert az, hogy te anyagevővé válj, és hogy anyagot gyűjtöges, az nem feladat, és nem is cél. Azt az ember gondolja hibásan rosszul, hogy ez a cél, hogy az lenne a mai életünk célja, amit mondtam, hogy én egyre több anyagi dologgal rendelkezzem, hogy a külső, mint olyanom, az egyre csodatosabb legyen, hogy egyre gazdagabb lényé váljak, már mint anyagiakban, hogy mindent elérjek, hogy mindenkit magam mögé utasítsak, és hogy, hogy ott álljak a dobogó legfelső fokán, mert hogy az a, az a siker, hogy minél ismertebb legyek, minél többen rajongjanak körül. Ez egy hibás emberi elgondolás, ez nem Istenből ered, és ahogy mondtam, így nem is lehet elérni ezeket a szinteket. Persze tudom, hogy Ezeket a szinteket eképpen sokan nem is akarják elérni, mert ettől nem fogják őket elfogadni. Mert a mai kor embere szerintem nagyon erősen vágyik arra, hogy elfogadják őket, mondjuk én már nem, sőt, és meg akarnak felelni mások előtt, én már nem. Ez a megfelelési kényszer szerintem ma nagyon-nagyon erősen dívik. Vagy ha meg is akarunk felelni, kérdezzük meg, hogy kinek. Hogy miért jó az, hogyha én megfelelek a többi embernek. Ha megfelelek, akkor tévutakon járok. Én inkább az Isteni rendszernek szeretnék megfelelni, bár szerintem ez rossz szó. Én azt szeretném, hogy sokkal nemesebb lényé váljak, vagyis, hogy, hogy végigmenjek ezeken a stációkon, és elérjem ezeket a fokozatokat, módokat, hogy ismerjem azt, hogy ez a rendszer mit nyilatkoztatott ki, és hogy nekem milyen lényé kell válni, hogy tulajdonképpen a mostani testetöltése miért fogalmazódik meg. Mert ha most sem teljesítem ezeket a kitételeket, akkor újra visszajövök, és akkor lehet, hogy majd a következő életemben is ennyit fogok beszélni, mert még bizony lesz tanulnivalom, és mert még nem végeztem el ezt a munkát. Most viszont ezt végzem és csinálom, ahogy csak tudom, és közben nevelem saját magamat, mert én azt gondolom, hogy ez a legfőbb cél. Szerintem az a legfőbb cél, hogy az ember rájöjjön arra a földi létezése kapcsán, hogy önneveléssel kell jelen lenni, és hogy nekem az alázatos énemet kell elérnem egy idő után. Mert a magasabb szintű rendszer, vagy az Isten is ennek fog örülni, vagyis hát ő ennek fog örülni. A mai társadalom, a mai emberek nem fognak annak körülni, hogyha te alázatos vagy, és visszahúzódó, és szerény vagy, mert azt fogják mondani, hogy áh, ja, hát egy egy lúzer vagy, most bocsánat, utána ezt a szót, de ki kellett mondani, mert ezt gondolják ma az ilyen típusú lényekről. De kérdezzük meg azt, hogy számít-e mások véleménye és gondolatisága? Nekem nem. Nekem már nem. Senkié. Számomra egyetlen vélemény, gondolatiság, érzés fontos, az, hogy a magasabb szintű rendszer mit akar tőlem látni, és hogy én ennek a rendszernek hogyan tudok megfelelni, vagy hogy egyáltalán válhatok-e olyanná, mint amilyen ő, vagy ami az én önvalomba van kinyilatkoztatva, vagyis az a kérdés, hogy én ezt le tudom-e képezni az itteni utam által. Hát igen, az a válaszom, hogy igen, van rá lehetőség. De ha van rá lehetőség, akkor az ember végigmegy ezen az úton, és így fog cselekedni, akkor, hogyha egy ilyen misszióval érkeztem, ha ezt írtam alá, és hogyha ez van belém kódolva. De ezeket a kódokat föl kell ismerni, erre rá kell jönni. Szerintem nagyon sok emberbe ugyanez van bele kódolva, csak ugye nem mindenki indul el egy ilyen úton, nem mindenki tesz meg annyi mindent ezért, vagy azért a, a mintáért, amit én képviselek például elég régóta, és aminek a kitételeit, vagy módszereit próbálom fölvázolni, vagyis azt, hogy, hogy, hogy ez a magasabb szintű szellemi rendszer hogyan gondolta el a földi létezést, miért alakította ki, miért jelenik meg fizikum, nem véletlenül. Szerintem pont ezért, illetve azért is, amikről ugye a korábbi előadások kapcsán beszéltem. Akinek van kedve, támogasson lapokkal, illetve tollakkal. De ezt most csak viccből mondtam. Illetve annyira nem. Azért, mert rengeteg-rengeteg lapot írtam már tele, szerintem több ezer oldalnyit, amelyek egyébként itt vannak tőlem nem messze. <laughs> És Hát a tollakat sem győzem vásárolni a különböző voltokban, Tehát most már van tényleg egy ilyen nagy kupacsal. Hát jó kérdés, hogy még hány oldalt fogok teleírni, hogy még pontosan hány tételem lesz. Bár én hiszek abban, hogy ezek igazából egy magasabb szintű rendszer tételei. Én egy ilyen csatorna vagyok, közvetítő, aki által nagyon sok minden érvényesülhet, ugye itt a földi létezés kapcsán, mert én ezt írtam alá. És hát én úgy gondoltam, hogy jó, akkor az én fizimiskámat, lényemet használjuk erre. Használjuk arra, hogy rajtam keresztül ezek az energiák és infók átáramolnak, és elhagyják a számat különböző előadások, például előadások, vagy felvételek kapcsán. Hát ezért jó az, hogyha az ember már gyerekkorában tudja azt, hogy hogy miért jött a világra, ugyanis én már ugye gyerekkoromban is tudtam azt, szerintem olyan négy-öt évesen, hogy, hogy nekem milyen feladataim lesznek, és hát tudatosan építettem föl ezt az utat, majdnem 40 évvel ezelőtt. Tehát már akkor, igen, igen, hát mondhatjuk azt, hogy már akkor nagyon sok minden megfogalmazódott bennem, és azt is tudtam, hogy nekem nagyon-nagyon sokat kell beszélnem Istenről, hogy sok esetben tényleg olyan lesz, mint hogyha ő diktálna bennem és általam. Persze ezt mindenkinek úgymond magának kell eldöntenie, hogy ki mit érez arról, hogy ezek a tételek mondjuk honnan származnak. Én igyekszem ugye mindig tiszta forrásból táplálkozni, vagy onnan meríteni, és ezeket a gondolatokat eképpen átadni, Különben nem tartanám fent szinte önállóan, 15 éve azt a magazint és programot, amit szintén az én vállalásomként kezelek, és ami egy nagyon-nagyon fontos, szent út. És rosszul írtam? Ja, nem, nem, nem írtam rosszul. És amiről én azt gondolom, hogy a mai világban nagyon fontos. Pontosan azért, amit mondtam, mert rengeteg negatív erő van. Mert a kali Yuga dominál. Nagyon-nagyon sok negatív energia és elem szabadult föl, ami által az embereket sajnos megvezették, manipuláltak, és ami által egyáltalán nem egészségesek. Vagyis itt azt is nézni kell, hogy szellemileg, ugye szellemileg, tudatilag hogyan működünk. hogy Hogy milyen forrásból táplálkozunk. És hát én azt ismertem föl 2008-ban, hogy itt valami nagyon nem oké, okay, hogy rengeteg negatív elem tódult be ugye a médiába is, és hát én ezért vállaltam azt, hogy, hogy kidolgozok egy másik fajta alternatívát, és megpróbálom ugye a magasabb szintű szellemi rendszerek gondolatait közvetíteni, vagy mondjuk inkább azt, hogy a pozitív egypólus érzéseit és rezgéseit, ami mindenképpen a szeretetről szól, a jóságról, az összetartozásról, a hitről, ez nagyon fontos, és az együttességről, az egységről, az egyenlőségről, a békéről, a harmóniáról, és sorolhatnám a szebbnél szebb szavakat. Na most én úgy érzem, hogy számomra ki lett az nyilatkoztatva, hogy ezt a fajta szegmenst hogyan lehet elérni, hogy milyen módok, fokozatok jelennek meg. Éppen ezért van az, hogy minden egyes nap most már van egy-egy ilyen felvétel, illetve nem most már, hanem hat éve folyamatosan, ami már nem ma kezdődött, és előtte pedig ugye cikkeket írtam, tehát hozzám most már legalább 15 éve érkeznek ezek a gondolatok, nyilván azért, mert ez a rendszer is tudta, és felismerte azt, hogy én egy csatorna vagyok, vagy mondjuk inkább azt, hogy azért, mert hogy ezt a fajta vállalást együttesen írtuk alá. Mert én erre mondtam igent. Mert nagyon nem mindegy, hogy az, erre, nagyon nem mindegy, hogy az ember kire vagy mire mond igent. Hogy az az igen, vagy, vagy mondjuk inkább az, hogy maga az igen miről szól. Hát én azt szeretném, hogyha mindig a pozitív mintáról szólna, és onnan is származna, hogyha ezt a fajta minőséget képviselnénk, de csak akkor, hogyha elértük az önvalót, és nyilván nekem is el kellett érni, különben Ma nem erről beszélnék. Az önvaló elérése csodálatos, fantasztikus. Az igazából a legnagyobb katarzis, ami működik a Földön szerintem. És utána kezdődik egy teljesen másfajta út, ami szintén katarzis lesz. Talán annak minden egyes pontja. És ami szerintem annyira fontos a mai világban. Mert hogyha valaki eléri az önvalót, és ebből tud meríteni, és ezáltal tud működni, ő megmenti saját magát ugyanakkor másokat is. És akkor beszélni kell a megváltásról. Az is nagyon fontos. A fordulat. A fordulat. Hogy már ne a negatív oldalnak kedvezzünk, hanem a másik magasabb szintű rendszernek, hogy érjük el, hát úgy mond a megüdvözülést, főleg azért, hogy egy idő után a szenvedésből és a szamszárából, mint olyanból ki tudjunk lépni. Ahogy mondtam, aki ezt nem érje el, ezt az állapotot, ő automatikusan vissza fog születni egészen addig, amíg hát, nem értel el azt a rezgés szintet, vagy frekvenciát, ami a totális megigazulásról szól. Tehát a szamszára, mint olyan, ezért működik, és szerintem azokat a lelkeket úgymond szipolyozza be, akik még alacsonyabb rezgés szinteken rezegnek, mozognak, ergo akiknek még van itteni feladatuk, fizikális feladatuk. Ha már nincs, akkor, akkor ki lehet innen lépni. És az már Hát ez már egy nagyon-nagyon fontos állapot. Arról is beszéltem már, és igazából szerintem akkor mondhatjuk azt, hogy a különböző módok vagy fokozatok a rezgés szintemeléseket jelentik. Hogy én ezeket hogyan emelem? Vagy a tudatállapotaimon hogyan nyitok? Hogyan tudok kimászni abból a fajta mintából, ami még az alvó énemet mutatja és generálja, a tudattalanságból hogyan tudok kilépni, és hogy lépcsőről lépcsőre hogyan tudom ezeket a szinteket följebb emelni, hát egészen mondjuk azt, hogy az isteni rezgésekig, de minimum szerintem az 500 hercig el kell jutni. De az a minimum. Mert ugye az szól a szeretetről, a pozitív mintázatról. De, ahogy mondtam, ez egy alapszint szerintem, ez a minimum. A bolygónak a rezgésszintjét is föl kell emelni 500 hercig. Múltkor talán azt olvastam, de nem tudom pontosan, hogy ez az adat, ez most helyese vagy nem, hogy 124 volt talán a bolygó rezgésszintje, hogy felért elértünk ide. Hát az nagyon jó. Az, az már egy nagyon jó kis állapot, de még mindig távolabb vagyunk. És mi mindig nem értük el azt, amit szerettünk volna, nyilván azért, mert még folytatódik az út, a feladat, és nem csak egyénileg, hanem globálisan is, én, és én azt gondolom, hogy a korszakok pontosan ezt jelentik. Tehát a különböző korszakok igazából a globális utakat jelentik. És azt, hogy az emberiségnek még mindig fejlődnie kell. Együttesen is, ugyanakkor külön-külön is. Igen, a korszakok azt mutatják meg, hogy hol tartunk. A földi létezésünk kapcsán. És akkor ugye kitaláltak különböző vallásokat, meg hitrendszereket azzal kapcsolatban, hogy a rezgésszinteket hogyan lehet emelni. Mert az imával, az énekléssel, az elmélyüléssel, a csenddel, a visszavonultsággal, Isten gondolatainak, vagy igéinek ismételgetésével, vagy mormolásával, vagy a róla való gondolkodással, a tiszta élettel bizony rezgésszinteket lehet emelni, de ahogyan mondtam, én ezt otthon a négy fal között is meg tudom tenni, és akkor az lesz az én templomom. Nekem már sok ilyen templomon volt, úgymond, vagy mondjuk úgy, hogy nagyon sok ilyen szentét alakítottam már ki, bár én azt gondolom, hogy itt is különböző szintekről kell beszélni, mert szerintem a szentségnek is, úgymond, vannak különböző szintjei. Vagyis annak, hogy magát a, a szentség állapotát, én hogyan tudom kialakítani vagy elérni? Igen, sokféle fokozat és szint van. Mondjuk azt, hogy hát ezek lesznek szerintem a szentség szintjei. módjai fokozatai. Ez egy nagyon összetett út egyébként, tehát nagyon sokáig lehetne róla beszélni. Nagyon sok minden jön most így előtérbe mert hát én azt gondolom, hogy a szentség által is meg kellene határozni egy alapszintet, egy alaprezgést, hogy, hogy, honnan indul el ez az egész, hogy mire mondom azt, hogy na ez már egy szent állapot. Hány herctől fakad? És akkor, ahogyan mondtam, lehet ezeket a szinteket egyre följebb emelni, vagy beljebb, vagy közelebb is válhatok én sokkal szentebb emberi, ami azt jelenti, hogy jóval magasabban lesz a rezgés szintem, és szerintem ez azt is jelenti, hogy jóval alázatosabb lény is leszek. Én úgy gondolom, hogy ez a kétféle dolog nagyon szorosan összefügg. A saját tapasztalataim által beszélek ma, azáltal, amit én is átéltem, amit megéreztem, vagy amilyen sugallatok számomra érkeznek, mindig ahhoz mérten, hogy én milyen szinten tartok. Hogy már mennyire kerültem közel az önvalóhoz. Vagy az abszolútumhoz, vagy nevezhetjük úgy is, hogy az Iste éni megérkezett, egységesített rendszerhez. És az ember minél közelebb van, szerintem egyrészt annál több tétel lesz, annál bensőségesebb lesz az a kapcsolat, nyilván, annál komolyabb dolgokról lehet beszélni, amit én egyébként tapasztalok is saját magamról, az én vállalásom kapcsán, és annál szentebbek leszünk, igazabbak, szerényebbek, alázatosabbak. És ami még megfogalmazódott bennem, az az, hogy talán annál nagyobb hittel fogunk élni. Igen, igen. Hát én azt gondolom, hogy az igazi hitet, vagy mondjuk inkább azt, hogy a különböző hitrendszereket, talán így lehet százszázalékosan kialakítani. Ha én ezt magam építem föl. Ha én vagyok a saját magam hitrendszerem építője, mi által? Az isteni erők, energiák által. És ezáltal építem föl. De ugye hát ez egy folyamat, ez egy út, hiszen egy házat sem lehet felépíteni mondjuk másodpercek alatt mert az össze fog dölni. Most fontos, amit mondok. Tehát, hogyha én így építem fel a hitrendszeremet egy ilyen egyéni saját út által, ahogyan az én Istenem vagy önvalom diktál, akkor az tartós lesz, nem fog összedőlni. De hogyha mondjuk mások feje után megyek, és olyan dolgokat követek, amelyek nem igazak, és számomra nem jók, akkor szerintem az összedől, és akkor szerintem az igazi katarz is, mint olyan nem is születik meg. Hát jó kérdés, hogy hányan élnek át százszerzalékos, nagyon magas szintű katarzist, ha mondjuk elmennek a templomba. Nem tudom. Nekem az a tapasztalatom, hogy hogy ilyen esetek ritkában fordulnak meg, vagy elő, mert, mert nincs bejárt út. És a bejárt út az nem azt jelenti, hogy én a házamtól a kis falusi utcán, a falusi utcán át elérek a, a templomig, mondjuk például. A bejárt út nem erről szól. A bejárt út arról szól, hogy én hogyan tárom föl az önmagban, vagy az önvalóban lefektetett belém kódolt tételeket. Hogyan tárom ki, hogyan, hogyan bontogatom ki. Ez, ez, egy nagyon jó szó. Hogyan bontogatom ki, mennyi idő által. Nagyon-nagyon sok idő kell hozzá. Hogy én megérzem azt, hogy, a valós Isten mindig diktál számomra, hogy ő hogyan szólít meg, mit súg, mit mond nekem, hogy, 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 biztos, hogy az ő gondolatait érzem, hogy, hogy, hogy Biztos, hogy már ez a kapcsolat, mint olyan százszerzékosan létrejött? Na, ezek a fontos kérdések. És hogyha ezekre megvan a válasz, akkor ezeket mindig le kell egyeztetni, ellenőrizni, hogy, hogy valós megoldások megszülessenek, ugyanakkor, hogy valós módok, módszerek létrejöjjenek. Illetve hát arról kell beszélni, hogy ezek a módszerek szerintem mindig is léteztek. Egy ilyen nagyobb, hatalmasabb talán aurában. És amit mondtam, én úgy gondolom, hogy az isteni aura és rendszer tele van különböző tételekkel, csak el kell ideig jutni, hogy én össze tudjak csatlakozni ezzel a mintával, és hogy már belőle általa tudjak meríteni, ne a manipulált mai médiából például, ami totálisan, de totálisan megváltoztatta az embereket, és totálisan kifordította őket a rendből. És a mai ember nagyon nem az eredeti minta szerint működik, és nem az igazi önvaló által, hanem a megmásított szerepek által. Ezért boldogtalan a mai ember, mert hiába van anyagi dömping, hiába van ezer millió féle dolog, ezek nem okoznak megüdvözülést, sem boldogságot, csak csalódást, csüggettséget, és hogy mondtam, egyfajta hamisságot, és hogyha te nem találkozol az igazsággal, akkor boldogtalan leszel. Viszont, hogyha igen, akkor teljesen mindegy, hogy mi van körülötted, akkor egy puszta réten is megállod a helyedet minden nélkül, és nagyon boldog leszel, mert rájössz arra, hogy, hogy az Isten ezért küldött téged ide-vissza. Bár szerintem mindenkit. Én azt gondolom, hogy mindenkit. Egyébként az is egy csodálatos út, miközben az ember erre rájön. Mert az is egy út, az egy benső út. Miközben az ember eszmél, folyamatosan eszmélünk, folyamatosan ébredünk, folyamatosan megihletnek különböző dolgok és aha élmények, és és minden egyes nap felfedezünk még egy plusz szint, egy plusz változatot, egy plusz módozatot. Még közelebb enged ez a rendszer, még több mindent ad át, és még jobban lehet érezni ennek az aurának az összetettségét, ugyanakkor az energiáját. Ha valaki már ilyen energiákból táplálkozik, akkor ő nagyon álhatatos lesz és nagyon szilárd, és nem fog hinni a mai médiának is manipulációnak, és, és belül az ember ilyenkor szerintem megnyugvásra lel. Én nagyon sok esetben már ki tudtam ezt alakítani saját magamon belül, a nyugalmat, a megnyugvást, amikor tényleg azt érzed, hogy hazaérkeztél, és, és megnyugodtál, és pont, és na ez az, ezt kerested, hogy ez megvan. Szerintem ez a legfantasztikusabb érzés, de ehhez igazából nem kellene külső dolgok, és egy másik ember sem. Senki és semmi nem kell hozzá. Mi kell hozzá? Kellett hozzá az út, kellett hozzá az, hogy az ember letegye az egót, húsz év álltál például, kellett hozzá az, hogy nagyon sok mindent másképpen szemléljek, hogy megismerjem a megérkezett énemet az önvalót, az abszolútumot, és azt, hogy ő milyen, vagy hogy benne mi az, ami tárolódik, hogy egyáltalán ez a rendszer hogyan épül föl, hogy az ő minősége milyen. Teljesen más, teljesen más, mint az ego, úgymond minősége, vagy amit az ego diktál és tartalmaz. Tehát nagyon érdekes az, hogy. megfogalmazódik mindkét változat, szerintem pontosan azért, hogy el lehessen jutni A-ból B-be. Mert hogyha csak egy, ha az egyik változat lenne, akkor az ember nem indulná az úton, és nem lenne választási lehetőség, plusz nem jutnék el valahol egy idő után. Tehát éppen ezért kellenek a húzó erők. Hát én azt gondolom, hogy Isten is ilyen, vagy ez a rendszer is ilyen. Ezért nagyon sokan elindulnak, mert el akarják őt érni valahogyan. Talán belül, mert hát fizikálisan ezt nem tudjuk megtenni. De nagyon jó kérdés az, hogy mikor mondhatjuk ki azt, hogy százszerzelékosan elértük ezt a rendszert, és hogy ez az érzés hogyan fog megszületni, hogy biztos, hogy jól érzékeljük-e, vagy nem. Egyébként én azt is gondolom, hogy ezek ilyen intim ügyek. Talán, igen. Mondjuk azt, hogy ezek ilyen intim ügyek. Hogy, hogy milyen az, amikor az ember valóban ugye egyesülni tud ezzel a rendszerrel. Igen, szerintem beszélni kell arról, hogy milyen az Istennel, vagy az abszolútummal való intimitásunk. Hogy ez pontosan miről szól? Hogy, hogy ezt el tudod írni? Hogy a kettőtök kapcsolatát le tudod írni, fel tudod vázolni? Igen, ez is egy feladat szerintem, hogy ezt az utat folyamatosan dokumentálni kell, miképpen ezt én is megtettem. Bár ezek a helyzetek nem maradtak intimek, hiszen a nyilvánosság elé tártam őket, de azért vannak olyan pontok és olyan szegmensek, amelyeket megtartottam, és ami által a kettőnk kapcsolata nagyon intim, nagyon szoros és nagyon meghitt meghitt. Mert hittem. Tehát ebben a szóban is benne van az, hogy hit. Csak ugye azt már egy tével kell írni. Igen, ideig kell eljutni, ideig kell eljutni. És talán ez lesz az út, nem a vége, hanem a valós kezdete, a megérkezés pontja, minősége és állapota, ami felé nagyon sokféle dolog vezet, de egy biztos, a hit megtartása és ápolása és áramoltatása, megszilárdítása, mert azt gondolom talán, hogy az isteni rendszer is ezt kéri, ezt diktálja, mert tudja azt, hogy ez a jó, és hogy ez az egyik legcsodálatosabb módja annak, hogy te is megérkezetté válj hogy a nyugvópont a kiegyezés az egység meglegyen. Még a 2023 június, nem tudom hányadika van. tizen, nem tudom, de nem baj, az a jó, ha nem tudom. Az a lényeg, hogy olyan, mint hogyha ősz lenne, most már napok óta de nem ősz van, hanem elvileg nyár. Tudjátok, hogy hol, szerintem itt. Mert aki végigment ezen az úton valós tapasztalatok által, ezt fogja érezni. Hogy itt, benne, a szívében mindig nyár van, még akkor is, hogyha például ma reggel majdnem hogy csak fűteni kellett, illetve én mondjuk az egyik hősugárzót be is kapcsoltam. Mert. Energetikai felborulás van és hogyha ez van akkor az ember mindig frusztrált lesz de hogyha te megerősíted a hitedet, és hogy te már, ha már az isteni mintában bízol és ezt képvisel és megérkezett vagy akkor ezeket az ügyeket is sokkal jobban kezeled és megérted azt hogy miért vagy itt hogy mi az igazi cél hogy mi az értelem? hogy ez a rendszer miért fogalmazódik meg. Hogy mégiscsak jó az, hogy testeket öltöttünk, és hogy a fizikális rendszerben is kipróbálhattuk saját magunkat. Szerintem pontosan azért, hogy be tudjunk számolni ezekről az élményekről, mert az isteni rendszert elérni, az abszolútumot kialakítani és vele egyesülni, szerintem az egyik legcsodálatosabb, legfontosabb és legmaradandóbb élmény. Egy olyan élmény, amit aztán az ember vagy a lélek tovább tud vinni. Már akkor is, hogyha nem kell újra testet tölteni. Hiszen szerintem ennek az egész rendszernek ez a célja. Az egyik célja, hogy te ezt megted, elérd, hogy, hogy kikerül, ki kilépj majd egy idő után a szamszárából, mert ez fogja azt jelenteni, hogy már nem vagy tanuló. És hogy teljesítetted azt, amiért tulajdonképpen visszaszülettél, és uh, amit ez a rendszer. Kitételként megszabott, a módok, a módszerek pedig úgymond tálalva vannak, csak rá kell jönni. Arra, hogy ezek mik, meg kell érezni, saját magadon belül, és hagyni kell azt, hogy ezek vezessenek, hogy ezen energiák működjenek és áramoljanak, amelyek segíteni fognak, amelyek tényleg szó szerint meg vagy magváltanak. És akkor jó, hogyha ez így van, akkor jó, hogyha az ember, mint olyan, megváltódik vagy magváltódik a Földön. Én ebben hiszek. Én úgy gondolom, hogy ez az itteni fizikális, még fizikális életünk egyik legfontosabb és legcsodálatosabb missziója, ami együttes bölcs vezetésünk és elgondolásunk által szerintem nem véletlenül. Tudtuk azt, hogy szükségünk van még az önnevelésre. Vagyis tudtuk azt, hogy fel kell nevelni saját magunkat, eme szituációk, helyzetek, földi viszonylatok által. Hogy nekünk valóban felnőttek kell válni. Nem 18 éves korban hanem a benső megigazulásban.